egy két kiskunacháza. A kiskunacháza határ vagyok a kiskunacháza elportnál. És itt van ez a reptéri falvágány. Hát most kicsit rendhagyóval fordító sorrendbe fogom bejárni. Hát itt van a kapu, gyakorlatilag innentől. Hát, ugyanez itt van, de hát azért mégis a magánterület, nem megyek be, mert ki tudja, meddig van meg a vágány, és egyáltalán érdemesebb menni. Úgyhogy bejárjuk, ameddig tudjuk. Úgyhogy biciklivel vagyok, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni. Már van itt egy földút mellette, hogyha megpróbálom. Egyébként körülbelül néhány száz méter múlva becsatlakozik a 150-es vonalba, tehát nem egy nagy hossz, de hát ha már itt vagyok, akkor miért ne járjam be? Hát a szél zajért előre is, bocsánat, tehát most akkora oldalszél van, hogy biciklinek is rendesen ellen kellett tartani, hogy jöttem itt a főúton, mert egyszerűen így vinni akart át a túloldalra. Hát az látszik, hogy nem tegnap használták utoljára. És ráadásul itt két vágány is van már. Tehát lehet, hogy eleve kettő ment be a reptérre, mert ez nem úgy tűnik, mint a csak ütköző jobbak lenni, és ott a másik a távolban, nézzétek csak. Hát, megyek mellette, ameddig tudok. Hát igen, ebbe már bele is loptak. Nem tartja ezt már semmi, csavarokat is ellopták. A másik még úgy, ahogy egybe van, csak benőtte a gaz. De a földút mellette az végig megvan, úgyhogy jól követhető. Ezt nézzétek, itt még látszanak a vágányok. Már nagy gazba is magánterület szélén, de itt még megvannak. És hát itt a vége. Itt van mind a kettő. Fordulunk. 345-ös. Szervénynél itt van a kiágazás, és itt a vége. Itt becsatlakozik a 150-esbe. És valószínűleg a átépítés után ezt a vágány kapcsolatot már nem építik vissza, mert szemlátomás nem használják. Úgyhogy ez egy kis rövid vonalbejárás volt. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, előbb-utóbb lesznek majd hosszabbak is. Sziasztok!